Ez itt a Vagfolt Podcast, melyben a popkultúra kötelezőit pótoljuk. Az én nevem Frivalszky Mayer Péter. Az én nevem Huszár András. Meg volt az Oscar díjkiosztó, bizonyára mindenki elérhet az eredményekkel. Így van, úgy örülünk, hogy nyert a legjobb filmet a Parasite. Ezt majd kisípoljuk. És beillesztjük ide a megfelelő címet utólag. Minden bizonyja törekszünk el. Most viszont folytatjuk az ázsiai évadunkat, amit a legutóbb Kuroszavánál hagytunk abba 1985-ben. Igen. Csukunk a következő évtizedben, a 90-es években. Uh-huh. Sőt, igazából Japánnal kapcsolatban maradunk is a 90-es években. Igen, ott átugrottunk egy laza 30 évet így a Tokyo Story és a Káosz között, de most már inkább így a jelenkor, vagy hát az közelmúltban maradunk. Kortárs rendezőkhez fordulunk. És ez most a mai adásunkban 1997-ből nézzük meg Kitano Takeshi filmjét, a Tűzvirágokat, angolul Fireworks, japánul pedig Hanabi címmel ismert. Jövő héten pedig, ha már így felvezettem ezt a évtizedet, akkor elmondjuk, hogy jövő héten az Audition-t fogjuk megnézni, vagyis a meghallgatást Takeshi Miike-től. És ahhoz vendégünk is lesz, Boszti Ferenc személyében. Az adás végén még emlékeztetni foglak benneteket, hallgatókat, viszont most foglalkozunk a Tűzvirágokkal. Beat Takeshi, vagyis Takeshi Kitano, vagy magyarul inkább Kitano Takeshi filmjével. Mivel kezdjük először, foglalkozunk a rendezővel, vagy mondjuk el, miről szól ez a film? Neked így mondott valamit a Kitano? A Kitano? A Kitano mondott, mert nagyjából, amikor egyetemista voltam, akkor került elém a Zatoichi. Aha. És akkor azt nagyon meg akartam nézni, aztán addig halogattam, hogy végül egy másik Winchesterre költözött az egész gép, amit már nincs is meg a film, úgyhogy évekig rajta volt a filmes tárom a Zatoichi, hogy majd egyszer most már ezt meg kell nézni. Úgyhogy ez volt az én találkozásom Kitanóval, megbetegében a Samurai című filmje. Azon kívül meg láttam a Ghost in the Shell-ben kameózni, vagy hát vendégszerepelni. Sőt, szerintem láttam a Johnny Mnemonic-ban is, mert abban is játszott, de hát arra nem emlékeztem, azt már olyan rég láttam. És így össze is raktam, hogy valószínűleg a Ghost in the Shell-ben azért szerepelt, mint rendőrfőnök, mert annak idején a Johnny Mnemonic-ban, ami szintén egy cyberpunk film, már játszott. Hiszen ő színészként kezdte a karrierjét. Erre majd visszatérünk. Te neked mi a kapcsolatod ezzel a japán rendezővel, András? Én színészként láttam először. És mind a két filmje, amiben szerintem én először találkoztam vele, vagy már nem tudom pontosan a kronológiát, de mind a kettő az Oshima Nagisa nevű rendezőnek a filmje. Ő egy ilyen eléggé botrányos japán rendező volt így a 20. század második felében, nem tudom, hogy éle még, de több ilyen neves botrányfilmje volt, és ő rendezte a Tabu című szamuráj filmet, ez a magyar címe volt, Gohatto volt japánul, és akkor épp nagyon bele voltam szeretve így a szamuráj kultúrába, meg Japánba, meg jártam kendózni, tehát hogy így nagyon ilyen minden meg akartam nézni, ami ehhez kapcsolódik, és akkor szerintem körülbelül akkortájt mutathatták be 2000-es évek elején ezt a filmet, vagy 90-es évek végén, és ez egy nagyon, nagyon fura film, tehát nem egy klasszikus szamuráj film, amilyet mi már láttunk a Vakfoltban, hanem ez egy nagyon erőteljes homoerotikus töltetű film, eléggé expliciten, és egy ilyen szamuráj dojo, vagy szamuráj társaságon belül kialakuló ilyen tiltott szerelmekről, megféltékenységekről szól, ami így eléggé váratlan volt a klasszikus szamuráj filmekhez szokott Andrásnak. És akkor abba ő volt az egyik főszereplő, egy idősebb szamuráj, aki beleszeret a fiatal újoncba. És a másik filmje, amiről már szerintem többször beszéltünk a podcastben, az a Boldog karácsony Mr. Lawrence, David Bowie-val többek között. Igen. Az a 80-as évek elejéről, és az ott az első komoly film szerepe a Kitanónak. Ott még egy mellékszerepet játszott, egy részeges, nagyon brutális
tisztet egy japán hadifogolytáborban. És ennek is ugyanaz a rendezője, mint a... Ugyanaz a rendező, értem, igen, ugyanaz a rendező. Abban a filmben is van egy homoerotikus szál, a tábornak a parancsnokával, viszont a Kitano játsza így egy nagyon furcsa szerep. Egyszerre így ennek a tábornak valahogy a lelki ismerete, és közben egy nagyon brutális és agresszív figura. Tehát, hogy ez a brutalitás és a gyengétség, ez így egy alakításba csomagolódik be, így rögtön az első komolyabb film szerepében. És én így találkoztam vele először, és aztán az Atoichit azt én láttam is szerintem annak idején, talán még moziban. De király. És így kb. Ennyi volt, és aztán a Ghost in the Shell-be láttam én is, de aztán egy idő után már hallottam arról, hogy ő egyébként rendezi is, meg van egy rendezői karrierje, meg így őt nagyra tartják így, nemzetközileg is ilyen otő rendezőként, de így nem, az Atoichin kívül nem találkoztam az ő saját rendezői filmográfiájából más filmmel, abból ez a Hanabi volt az első. És ez a Hanabi ez azért esett erre a választásunk, mert a legtöbb vélemény szerint, amivel találkoztam, így, ha Kitano Takeshi, akkor a Hanabi. Tehát uh-huh. Az alapmű, meg az a legfontosabb, amit meg kell tőle nézni. Igen, van még egy-két cím, ami ismerős, az a Sonatina, meg a Kikujiro nyara, ezekre így emlékszem, hogy ezek úgy előjöttek, de valóban ez a Hanabi volt a film. A legtöbbet emlegetett, igen. És egyébként az volt az ő nemzetközi sikere is. Uh-huh. Mert Japánban egyébként nem is volt akkora siker ez a Hanabi, viszont jelölték Arany Oroszlánra, és akkor ezzel így... Meg is nyerte. Igen, az ugye a Velencei Fesztiválnak a nagy díja, uh-huh. És elnyerte itt Kitano a legjobb rendezőnek járó díjat is. Igen. Úgyhogy ekkor azért a renoméja egyébként Japánban is megnőtt. Egy eléggé kalandos karrierje van, vagy legalábbis ahogy utána néztük, hogy ő komikusként kezdte. Ez a Beat Takeshi elnevezés is az ő ilyen komikus színpadi neve, ha jól tudom. Igen, volt egy de nem tudom, milyen lehet a japán stand-up, de valószínűleg ez egy olyan vak volt, ami életem végéig vak volt. Valószínűleg igen, elvég ez egy páros volt, a Beats nevű páros volt, egy másik Beat, nem tudom kicsoda, aki az ő komikus duóban a partnere volt, és ugye a 70-es években így nagyon sokáig közösen humorizáltak, és csak a Wikipédia alapján ott, ahogy összefoglalják, hogy miben tűnt ő ki a japán komikus hagyományokból, meg mezőnyből, az alapján úgy tűnik, hogy a Beat Takeshi az így csak lefelé ütött, tehát hogy így semmi más nem volt az ő tarsajában, más megközelítést nem alkalmazott, mert van egy ilyen mondat, hogy akiket így pellengére állított, azok a fogyatékosok, az idősek, a nők, a nem tudom, tehát hogy mindenki, akit ugye elvileg nem szabad bántani, vagy nem rossz ízléssel van, hogyha rajtuk köszörüli a nyelvét egy komikus, na, Takeshi valószínűleg egy ilyen polgárpukkasztó jellegű humorista volt, és akkor ezzel felkavarta a japán társadalmat, de hogy ilyen gigászi név volt, tehát hogy így a három legnagyobb japán komikus közé sorolták őt. Tehát, hogy így úgy kell elképzelni, nem tudom, az Eddie Murphy-t a 80-as években szerintem Amerikában. Tehát, hogy így tényleg egy ilyen óriási nagy figura volt, és aztán emiatt így a japán közösség nem is tudott mit kezdeni vele, amikor ő így elkezdett komoly szerepeket vállalni. És először ugye csak színészként, igen. Tehát még nem is rendezett sok ideig. És akkor van egy ilyen anekdotája, hogy amikor beült a Boldog Karácsony Mr. Lawrence egyik vetítésére, és nagyon büszke volt erre a szerepre, és nagyon izgatott volt, hogy milyen lesz a film. És hogy így amint megjelent a vászon, röhögésbe tört ki a teljes közönség, pedig ez egyáltalán nem komikus szerep, tehát ez egy rendes komoly drámai szerep, és akkor az így annyira rosszul érintette, hogy akkor kitalálta, hogy akkor most csak és kizárólag ilyen komoly szerepeket fog vállalni, meg játszani, mert így be akarja bizonyítani, hogy neki ez is megy. De durva. Szóval, hogy ennyire ő egy valószínűleg nagyon profán meg obszén humoristaként volt meg a japán nézőközönségben, hogy így egyszerűen nem tudtak vele mit kezdeni, mint hogyha a Jim Carrey ugye egy pillanatról a másikra még csak nem is egy Truman Show-t, hanem valami véresen komoly szerepet vállalt volna. Yeah. Mit tudom én a Terence Malicknél, vagy nem tudom, tehát, hogy így, hogy nyoma se legyen benne a komikus énjének, és akkor így kb. Tényleg egy ilyen évtizedbe telt így a 90-es évek végére, mire őt így elfogadták komoly színészként, meg egy komoly rendezőként. Vagy hát arról majd beszélünk, hogy mennyire komoly rendező. Azt pedig a rendezői karrieréről is akarok egy pár szót, ez pedig az 1993-as
erőszakos zsarúval kezdődött, és valószínű, hogy itt lehet volni párhuzamot az ő komikusi karrierével abban az értelemben, hogy nagyon-nagyon kilógott az akkori japán filmes kultúrából. Nagyon szubverzív rendező volt, teljesen fittyet hányt a japán kulturális sajátosságokra, hagyatékra, semmit nem emelt át az ilyen szokásos szimbolikában, ami a japán filmekre jellemző, vagy úgy általában a kultúrára jellemző, és teljes egészében önálló és ellenmondásos filmeket gyártott, amelyeket így nehezen tudott elhelyezni a közönség igazából. Ezek voltak az első filmjei, amelyek ilyen hipererőszakos, brutális alkotások voltak, és aztán mostanra már így jóval inkább elfogadott név, meg ő maga is sok változáson keresztül rendezőként is megkomolyodott, és szerintem pont ennek a változásnak az a határán áll ez a Hanabi. Igen. Igen, mert aztán ezt még több ilyen komolyabb film követte, aztán volt egy olyan időszaka, amikor egy ilyen teljesen posztmodern, mert a önreflexív fázist nyomott végig azzal, hogy az összes filmje saját magáról szólt, tehát mint amikor a Soderberghnek is volt egy ilyen korszak az Schizopolisszal, amikor így saját magára irányította így a kamerát, meg így a saját fejébe mászott bele, és akkor a Kitano is csinált egy pár ilyen filmet, ami arról szólt, hogy a Kitano filmeket csinál. És akkor ezek ilyen teljesen ilyen szürreális világokat épített. Megint csak ezeket nem ismerem, de vagy úgy képzelem, mintha a Kitano megcsinálta volna a John Malkovich menetet, így a leírások alapján. És akkor most arra meg visszatért megint az ultra erőszakossághoz, tehát hogy most így megint azzal próbálkozik. Gondolom, hogy ezt nem fogott olyan kitörő lelkesedéssel a közönség a saját köldökében való válkálást, és akkor inkább a biztoshoz nyúlt. Aha. De igen, én is egyetértek, hogy anélkül, hogy így behatóban ismernénk, megláttuk volna a korábbi későbbi filmjeit, a többségüket, hogy ez tényleg egy ilyen választóvonalnak tűnik, vagy inkább így a szintézise a korai ilyen hegyke fiatalos erőszakos korszaknak, meg egy ilyen... Én nem ségjel, igen. Ezeket készítettem. Meg egy komolyabb ilyen érzelmességnek, vagy szentimentalizmusnak, vagy melodrámának. És ebben a filmben ez is az érdekes, hogy ez a kettő ez így jelenetről jelenetre hogyan variálódik. Beszéljünk akkor arról, hogy miről is szól ez a film. Ha már mégis most akkor tényleg csak egy gyors kis biopszia ebbe a Kitano Takeshi karrierbe. Yeah. Nem nagyon tudunk tágabb kontextust felfedezni, de magáról a filmről azért természetesen még van mit mondanunk. Maga a Tűzvirágok egy rendőrről szól, akit a rendező maga, aki egy rajtaütésben hagyja, hogy egy társa megsérüljön. Gyakorlatilag nem tud elég gyorsan közbeavatkozni ahhoz, hogy a társa ne sérüljön meg. Jól mondom? Részben igen, tehát hogy ott ez egy, majd beszélünk arról jelentős, de ez egy elkapkodott akció egy veszélyes, fegyveres bűnöző ellen, de ami ember élethez is vezetett, plusz a legjobb barátjának a megnyomorodásához. És ezzel ő elveszíti az állását, igen, és saját magát is marcangolja a tett miatt, és ez odáig vezet, hogy miközben ezt a megnyomorodott társát próbálja anyagilag támogatni az a kórházi költségvetések miatt, meg egyébként is az életben, eközben a saját felesége is haldokolni kezd leukémiában. És egyébként a gyerekük is meghalt pár évvel korábban, tehát igen, hogy ilyen többszörös tragédiák érték. Igen, és ebben a lehetetlen anyagi szituációban elkeseredett húzásra veszi rá magát, nem máshoz fordul anyagi segítségért, mint a jakuzához, és ez vezet aztán gondokhoz a filmben. Igen, és ez alapján úgy tűnik, mintha ez valami nagyon cselekményközpontú film, pedig egyáltalán nem az, tehát hogy így ezek a dramaturgia fordulatokat, ezeket így öles léptekkel átugorjuk. Tehát mert egyszer csak azt látjuk, hogy a jakuzának tartozik, de az, hogy most hogy vette fel velük a kapcsolatot, hogy indult ez az egész, egyetlen kik ezek pontosan, ez így teljesen zavarba ejtő az elején. Nekem a film első fél órája, háromnegyed órájában nagyon kellett figyelni, most akkor hol járunk pontosan, mi történik, mikor látjuk a főszereplőnket, ugye többet ugrál az időben is, igen, flashbackekkel igen,
magyarázat, hogy így, a történetet meséli. Igen, igen, és aztán később is, amikor már egy olyan cselekmény, vagy történetet mesél el, aminek lehetne egy klasszikus cselekmény vezetése is, hogy akkor a jakuzának tartozik, ezért bankot akar rabolni, meg menekül a feleségével, üldözi a jakuza is, meg a volt rendőrtársa is, tehát hogy ebből lehetne egy, nem tudom, mint a... Ilyen Safdie testvérek film. Igen, vagy mint az Old Man and the Gun, a Robert Redforddal, tehát hogy egy csomó ilyen filmet láttunk már, de hogy itt se ez érdekli a kitanult, hanem inkább ilyen furcsa életképek, meg benyomásokból dolgozik, és közben van egy teljes mellékszál a rokkant társával, aki meg egy teljesen más magányos életet él, és igazán az egész film arról szól, hogy ez az egy gócpont, ami ez az elfuserált akció, ami így megtörte mindannyiuk életét, hogy ebből ez a két legjobb barát, meg két társ, ez milyen két teljesen ellentétes válaszreakciót talál rá, vagy hogyan tudja feldolgozni ezt az eseményt. Úgyhogy az egyikük elveszíti a családját, de valahogy talál magának valami olyasmit, amivel tud tovább élni, vagy legalábbis úgy tűnik, hogy tud tovább élni, még hogyha nem is feltétlenül boldogan, míg a másiknak meg megmarad a családja, de nem tud olyan pályára lépni, ami egy tartható élethez vezet. Nem, vagy valami ilyesmi? Igen, így van. Biztos, hogy ebben a filmben sok szerepet kap ez a hovatartozás, meg a közösség, vagy hát ez a kapcsolat, az emberi kapcsolatoknak a jelentősége az életben. És ezt ilyen kicsi nukleáris kontextusban is nézi ez a film, meg szerintem egyébként kicsit tágabb kontextusban is nézi. Tehát ilyen egészen nagy közösségekre is lehetne itt vetíteni, maga a rendőrség is tekinthetőleg is egy ilyen közösségnek. Úgyhogy tényleg inkább ezzel van elfoglalva itt a film, nem a rendkívüli fordulatokkal. Igen, igen, két ilyen talajvesztett embernek, meg gyökerét vesztett embernek így a kapálózása, vagy nem is kapálózása, hanem kísérletei arra, hogy így valahogy a felszínen maradjanak. És szerintem, amiről leginkább szól ez a film, az a halállal való szembenézés. Mm. És ez ugye nagyon-nagyon sok szálon, meg szimbólumban megjelenik. Mm-hmm. Az egyik maga az, hogy van egy haldokló feleség, igen. Ez elég egyértelmű. Ez a halálhoz való kapcsolat. Viszont a rokkant főszereplő, a rokkant mellékszereplő az a rendőr, aki lesérül, annyira kilátástalanul tartja az életét, és sokszor annyira nem lát már értelmet abban, uh-huh. hogy folytassa az életét, hogy gyakorlatilag kimondatlanul viaskodik a halál gondolatával, meg az öngyilkosság gondolatával ezáltal. És a főhős, a Kitano által játszott Nishi, uh-huh. mondom, Nishi nevű rendőr, ő meg hát a halálba hajszolja magát gyakorlatilag, tehát ő neki végül nem marad más választása, és ezt szerintem már a film legelejétől tudja, hogy, uh-huh. hogy itt neki egyetlen egy kiút van ebből az egészből, az pedig a halál. Uh-huh. Csak az arról szól számára ez az egész hercehurca, meg az egész macskaegér játék, hogy addig odázza el legalább, ameddig el nem tud búcsúzni a haldokló feleségétől. Uh-huh. Igen. Szóval leginkább ez az öngyilkosság és ennek a ilyen nemes gondolata, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzam meg, de ennek a valamilyen módon pozitív felfogása az, ami szerintem ebben a filmben megfogalmazódik, és ezért mondom azt is, hogy bár kevés fogalmam van a kitanulnak a korábbi műveiről, de tekintve, hogy azt olvasom mindenhol, hogy ez az első filmje, ami már nem annyira szubverzív, vagy nem teljes mértékben utasítja el a kulturális kontextusát, a saját japán hátterét, hogy itt megjelenik az a gondolat, ami a japán történelemben annyiszor fontos motívumként jelen volt, ez a seppuku, meg mire gondolok? Ez a fajta ilyen beletörődés, vagy elfogadás? A halál, az életem fölötti döntésnek a joga, uh-huh. és ennek az ilyen igen, az élethez és az élethez való joga az tartalmazza azt is, hogy én választom meg a halálom módját, uh-huh. és ez egyben egy ilyen kinyilatkoztatás is arról, hogy
hogy azáltal, hogy én döntök a saját halálomról, azáltal megőrzöm azt a nemességet, amit az életemben képviseltem. Ugye gyakorlatilag szerintem ez a szepukúnak a lényeg, hogy mikor elkövetsz valami olyan atrocitást, amellyel megbecsítenéd a saját nemesi mi voltodat, akkor inkább elkövetsz egy szepukút. Tehát a verességet azt saját magadon kell, hogy égrehajtsd. És szerintem ez a film is valahol ezt fogalmazza, meg csak itt elhagyja a szamuráj, meg az ilyen történelmi köntöst, és áthelyezi ebbe ennek a modern változatában, ahol a rendőrség meg a law enforcement a tekintető ennek a megfelelőjének szerintem. Érdekes, hogy én nem feltétlenül... Meg a kamikáze, bocsánat, a másik, amire gondoltam. A japánoknál ez az öngyilkossághoz való viszony, ez totál más szerintem, mint amit mi megszóltunk Európában, de mivel abszolút nem értek a japán kultúrához, ezért ez csak egy ilyen találgatás a részemről. Ja. De azt gondolom, hogy ahogyan a katonáknál a második világháborúban is megjelent ez a jelenség, ez az öngyilkosság, és ez egy ilyen katonai aktus volt, egy olyan tett, ami egy fontos motiváció is volt a katonáknál. Ezért azt gondolom, hogy ez egy létező dolog a japán kultúrában, amire reflektál itt kitanul. Nekem ez egyébként nem jutott eszembe egyszer se, hogy ugyanis ez egy ilyen nemes figura lenne, vagy olyas valaki, aki egy erkölcsös hős, aki becstelenséget követel, és aztán ezért vezekel, de nehéz egyébként fogást találni ezen a figurán, mert hogy mind a kitanó alakítása, mind maga, ahogy fel van építve a film, meg ahogy ezt a karaktert bemutatja és végigvezeti, az igazából nagyon kevés információt ad át. Tehát, hogy így igazából ilyen, mint egy ilyen negatív terekkel játszana folyamatosan a film a karaktereken belül is. Tehát, hogy ez a Nishi, ez egy... Ja. Nem látsz bele. Nem látsz bele a lelkébe, nem látsz bele a fejébe. Ez egy abszolút ilyen nyitott könyv, de nyitott könyvnek abban az értelmében, hogy így magad se tudod pontosan, hogy mit olvas rá, vagy mit ír rá, és ő pedig abszolút semmit nem árul el magáról. Tehát a gyakorlatilag párbeszédes jelenet, vagy párbeszédes szerintem így, nem tudom, hogyha megszámolnánk, hogy hányszor mond mondatot, és ez hány perc, akkor így az 1 óra 40 perces filmből lenne szerintem 15 perc kb., amiben ő beszél. Amikor pedig nem beszél, akkor is bizonyos szempontból nagyon expresszív a kitanulnak az arca, más szempontból pedig teljesen érzelemmentes és teljesen kifejezéstelen, és innen feltétlenül jó színész, csak egy nagyon, nagyon érdekes arca, meg nagyon érdekes kisugárzása, és valahogy ez a semmi, ami így az arcán megjelenik, ez minthogyha egy ilyen tükör lenne, amiben így saját magadat nézed, és akkor abból így próbálsz így megfejteni valamit egy a tükör mögött lévő emberről. Szóval nagyon furcsa hatása van számomra, és ezért nehéz megítélnem, hogy akkor őben nem ilyen erkölcsi folyamatok, meg milyen morális út zajlik le, mert igazából csak azt látom, amit csinál, és az meg helyenként egy nagyon kedves szerető embernek a képe, helyenként pedig egy abszolút pszichopatáé. Tehát egy nagyon furcsa figura emiatt. Igen, ez egy ilyen egész Hitchcock mondatot játék, csak megint ebben, hogy elég nagy bekezdéseket hagy ki ebből a történetből a kitanó, amiket neked kell beillesztened ebbe a képbe tényleg. És amit mondasz, az is nagyon igaz, hogy a karakter mennyire diszonánsra van ábrázolva, és nem teszi meg neked azt a szívességet ez a film, hogy a kettő között, tehát a hipererőszakos Nishi meg a gyengéd Nishi között bármiféle vonalat húzzon. Ez neked kell valahogy kipótolni, vagy megmagyarázni, hogyha rá tud venni a film, hogy ezen járjon az agyad. Nekem szerintem sikerült, tehát én engem elgondolkodtatott a Nishi ilyen tekintetben, és ezért fogalmazolod meg bennem, hogy ez a film pont a szerelmi szál, vagy hát a feleségehez való kapcsolata miatt egy nagyon romantikus film. És romantikusnak tekintem a másik szállat is, amelyben romanticizálja a saját tettét. Tehát a film romanticizálja azt, hogy Nishi milyen aktust hajt végre azért, hogy a feleségével az utolsó percig maradhasson. Meg hogy a társát segíteni tudja. És az, hogy hipererőszakos tettekre betemedik, vagy veszi rá magát, az valószínűsítem, hogy nem ilyen a Nishi, nem ilyen volt soha, hanem ez így átkattantott benne valami abban a flashbackben, amikor a társát lelövik,
és azóta ez a dühöngés folyamatosan kikitör belőle. Mm. És pont abban a kontextusban, ahol ez egy ilyen áldozathozatal a szeretteiért, ott ez még majdnem, hogy nemesi cselekedetként is értelmezhető, nisi szempontján, mm-hmm. nisi fejében. Mm-hmm. Ja, annyira nem tudunk semmit az ő életéről az incidens előtt, tehát ja. szerintem, hogyha kronológiai időrendbe helyeznénk a filmet, akkor nagyjából egy másfél jelenet lenne, ami felvezeti azt a lövöldözést, amit aztán a film közepén látunk teljes egészében, addig csak ilyen kis fragmentálva, ilyen kis töredékekben látjuk, hogy valami történt, és valaki meghaltott, és hogy pontosan kinek lett a hibája. De hogy igen, tehát nem tudunk igazából sokat erről a nisiről. Uh-huh. És igazából, tehát ő nekem soha nem tűnik egy beszámítható figurának. Tehát, hogy nem, az erőszakos cselekedetei azok nem mindig csak az önvédelemről vagy a felesége megvédéséről szólnak, helyenként teljesen indokolatlanok. Tehát amikor elhajt egy fickó mellett, akinek lerobbant a kocsija, és akkor visszamegy, kinyitja az ajtót, lecsapja, röhög rajta és tovább megy. Tehát ilyen teljesen indokolatlan, aha. tényleg mint egy pszichopata, aki így élvezi az erőszakot, és teljesen random módon. Tehát egy kiszámíthatatlan, hogy mikor lesz erőszakos valakivel, egyik pillanatról a másikra, ilyen nagyon-nagyon ilyen staccato ritmusban, így egyik pillanatról a másikra követel erőszakos cselekedeteket, amikor az előző pillanatban még egy ilyen kedves, szomorkás, melankolikus bácsit láttál ott a helyében, és így nekem emiatt tűnik inkább úgy, hogy ez egy nagyon zavart elméjű fickó, aki közben meg nagyon szereti a feleségét, és a felesége pedig így igazából így el van velem, mert ő ezt az oldalát úgy látja, a többivel vagy nem foglalkozik, azt is úgy elfogadja, és akkor ebből egy ilyen nagyon-nagyon pervers kapcsolat alakul ki, amit a film egy nagyon szentimentális módon ábrázol. De ez nem kritika a filmmel szemben, csak ez egy ilyen nagyon furcsa egyveleg, ami szerintem többnyire sikeres, tehát hogy többnyire úgy meg tudja őrizni ezt a sok furcsa hangnemet így együtt. De néha azért nagyon, nagyon szokatlanul bohózatszerű az erőszak ebben a filmben. Tehát ugye nagyon könnyelműen kezeli egy csomószor az erőszakot, és kifejezetten humorra van kihegyezve, hogy a... Hát fekete, sötét humor. Így persze, egy nagyon, nagyon sötét, nagyon fekete, nagyon morbid humor. Ja. Neked ez működött abszolút ezek a különböző nem. minőségek? A humor az kevésbé, igen. Tehát az egyrészt nem is mindig tűnt fel, hogy itt most humoros konnotációja kell legyen a jelenetnek. Egy-két olyan gag volt, ami igen, szituációs komédia jelleggel hatásos volt, de nem röhögtem föl sose a filmen, yeah. tehát ez is inkább ilyen kínos feszengés váltott ki a néző, vagy belőlem biztosan. Mm. Neked a humor mennyire működött? Nekem is hasonlóan. Aha. Tehát, de nem rossz értem, nem rossz, meg kínos ez a humor. Tehát ez a film, ez teljes egészében abszolút érdekes, uh-huh. de nem biztos, hogy igazán szeretem. Tehát, hogy egy ilyen nagyon... Yeah. Nagyon, de jó, az biztos, hogy nem is mindig éreztem, tehát az biztos, hogy a kitanuló tudatosan használja ezeket, de abban nem vagyok biztos, hogy mindig jó ízléssel, meg mindig jó arányérzékkel uh-huh. használja. Tehát néha érzek benne bizonyos amatőrizmust, hogy csak így belepakolja ezeket a komikus múltjából származó dolgokat, és mellé pakol valami ilyen, tényleg ilyen szentimentális érzelmességet, és akkor vannak bizonyos pillanatok, amikor nagyon jól működik, és vannak más pillanatok, amikor meg így nagyon ledobják magukat egymásról. Még nem feltétlenül hullámzó a film, de hogy, mert szerintem egységes egyébként, tehát hogy így ez a vízió, amit így a kitanú elképzel a főszereplőjével, ez abszolút egységes. De közben menet közben meg vannak olyan részletei, amik meg így abszolút nem működnek. Hmm. Ja, valahogy én is így érzek egyébként ezzel kapcsolatban, de annak ellenére, hogy nehéz néha befogadni a filmet, annak ellenére úgy gondolom, hogy ha választanunk kellett kitanultól valamit, akkor ez egy jó választás volt. Igen. Tehát pont amiatt, hogy ez tényleg egy jó kis biopszia az ő rendezői milyenségébe. Aztán utána elkezdtem nézni az Ato Ichit, úgyhogy már láttam belőle pár percet, hogy tudom, milyen az ő szamuráj paródiája. Borzasztó viccesnek tartom. Ja, igen.
nagyon jó benne a vágásból adódó gegek például, meg a hangeffektek, tehát tényleg jó humorú ez a film. Na akkor beszéljünk egy kicsit erről az oldaláról is a Hanabinek, mert hogy piszok jó a vágás, meg a hangkezelése, tehát az, hogy úgy építi fel a jeleneteit, hogy ott is így kihagyja a lényeget, vagy pont nem mutatja a lényeget, csak mondjuk hallatja velünk. Igen, hogy konkrétan amikor megüt valakit, vagy leütnek valakit, akkor ez sokszor a képen kívül történik. Igen, sokszor valaki más mutatnak közbe, és előtte mondjuk azt mutatják, hogy valaki nyúl egy vázáért, és akkor már tudjuk, hogy mi fog történni, de csak a váza széttörésének a hangját, meg az ilyen véres szörcsögést, vagy nyöszörgést halljuk, és utána is mondjuk valakinek a lábát, vagy egy ilyen bértócsát, tehát hogy így nem... Kicsit új hullámosan rendelni ezeket az akciókat. Igen. Tehát, hogy ez nem az a célja ezzel, hogy mondjuk így szemérmesen elforduljon az erőszak elől, mert abszolút... Ettől még mindig naturalista marad a jelenet. Abszolút erőszakos marad, és abszolút véres marad a film. Igen. De ezeket én nagyon impressionista módon kezeli. Tehát, hogy van a filmben egy szál, hogy ez a legjobb barátja, aki tolószékbe vagy kerekesszékbe kényszerül, hogy ő egy idő után rátalál a festésre, mint egy olyan foglalatosságra, amiben így bele tudja az összes szenvedését, meg bánatát így dolgozni. És akkor ilyen pointillista festményeket fest, ugye az a fajta irányzat, ami ilyen apró kis pöttyökből áll össze egy nagy kompozíció. És egy kicsit ilyen a maga a Hanabi is szerintem, hogy tele van ilyen apró pöttyökkel, amiket így felrajzol, amik között tök élesek a vágások, és látszanak, mint ahogy egy ilyen pointillista festményen is látod az üres helyeket a pöttyök között, de az egészből mégis összeáll egy ilyen, de jó, tényleg, egy benyomás, meg egy érzés, meg egy hatás. Aha. Biztos, ez se véletlen, mert hogy a mozaikszerű valahogy. Igen, teljesen mozaikszerű. Aki tanul, hogy maga is festett, és azok az ő képei, amiket látunk a filmben. És volt egy nagyon-nagyon súlyos balesete, egy motorbalesete pár évvel korábban, talán 90-es évek elején, vagy közepén, amiben a fél arca lebénult. Hm. És igazán ezért ilyen furcsa, aszimmetrikus az arca, meg ezért ilyen furcsa a mimikája, ami nagyon érdekessé teszi, de valószínűleg ő maga is így bekerült egy ilyen depressziós hullámba, vagy gödörbe. Biztos. És abból hozta ki magát ezzel a festészetet. Tehát szerintem ilyen szempontból valamennyire önéletrajzi is a film, vagy legalábbis azokat az érzéseket, folyamatokat felállítja. Viszi bele ebbe a bűnügyi világba, meg erőszakos világba. Ja, igen. Rengeteg a match cut ebben a filmben. Ó, igen. Például van egy konkrétan, ami majdnem az arábiai Laura ezt idézi meg. Csak ott ugye, ameddig a gyufát gyújtja meg a főszereplő, és aztán napfelkeltére váltunk, itt egy öngyújtót gyújtanak meg, és egy pisztolydördülésre vág. Igen, általában szerintem majdnem nem számítom, de amikre így emlékszem, a legtöbb meccskat az valamilyen erőszakkal kapcsolatos dolog. Van egy olyan is, amikor a film végi nagy leszámolásnál, ami ugyanolyan szemtelenül és ilyen antiklimaktikusan zajlik le, mint bármilyen más erőszak, amikor végez a Yakuza tagjaival a Nishi, és akkor egy valaki így egy ilyen suhanc még így életben marad, és akkor ott elkezd menekülni előle, és akkor felemeli a pisztolyt, hogy hátba lője, és akkor meghúzza a ravaszt, akkor nem dördül el a fegyver, viszont rögtön vágunk arra, hogy ilyen akkor még azt hihetnénk, hogy vér ráfröccsen egy festményre, amin a japán írásjel az az öngyilkosságot szimbolizálja. És akkor utána látjuk, hogy nem csak egy festéket fröccsentett rá a társa, vagy a volt társa. Szóval, hogy, de akkor is egy ilyen az erőszak van így kiparodizálva, vagy szimbolizálva azzal, hogy... Én inkább szimbolizálva. És itt arra is gondolok, hogy sikerült eszembe jutnom, hogy mit akartam kinyögni az öngyilkossággal kapcsolatban is, hogy ez a jelenet is azt sugallja nekem, hogy romanticizálja az erőszakot, illetve inkább az öngyilkosságot, tehát a kitánul ebben a filmben. Mert hogy a japán kultúrában szerintem ez egy romantikus dolog, vagy van egy romantikus felhangja az öngyilkosságnak, és sokkal kevésbé eredendően bűn, mint az európai kultúrában. És pont emiatt, hogy itt a festményben is beleköleti az öngyilkosságot szavak szintjén is, meg ezekkel a vágásokkal, ahol már így pontosan tudod, hogy a Nishi ezen a ponton már bármit is követel, az már csak a saját halálához, az hozza közelebb. Ezek nekem mind azt sugallják, hogy itt az öngyilkosság az egy ilyen romantikus elem. Ja, igazad lehet, ha más nem a záró, tehát a gép, vagy a befejezés, ami szintén ugyanígy játszik azzal, hogy mit mutat és mit csak egy hangefektben
oda tudtunk rá. Ott nem teóriákat akarok felejteni, de szerinted ki húzta meg a ravaszt? Maga a Nishi, vagy oda ment a Yakuza? Ott már csak a rendőr társa van. Tehát addigra, igen. És ott utoljára viszonylag távol látjuk, tehát én biztosra veszem, hogy a Nishi. Én is. És ez... És ott ugye el is búcsúzik a feleségétől, pontosan az a felesége megköszöni neki, hogy ezt a pár napot így együtt töltötték, tehát hogy ott nekem az nagyon egyértelmű. Ami ambivalens abban a jelben, az inkább az a sárkányeregető kislány, hogy az csak ők képzelik-e, vagy valóban van-e ott egy random kislány, aki emlékezteti őket a saját gyerekükre. Yeah. Nekem biztos, hogy erősen szimbolikus, és mi mutatják is a fegyver eldördülése után, azt hiszem, annak a kislánynak az arcát, amiből úgy tűnhet, minthogyha az egy valódi gyerek lenne, de én inkább az ő kivetülésüknek képzelem. Ez biztos, hogy érdekes, hogy utána még mindig ott marad a lány. Igen. Ha az csak az ő képzeletükben lett volna, akkor ez valóban furcsa. Igen, de egyébként is ugye addigra tulajdonképpen őt már halálos veszélyben nem fenyegeti, csak a börtön valószínűleg, tehát hogy a hát ezt mondja neki a rendőr. A rendőr az elviszi, és akkor egy percet kér tőle, és akkor igen, ebben valóban van egy ilyen... De szerintem itt, hogyha most ezeket semmit nem mond ki a film, nagyon sok mindent kimond igazából, amiket nem mutat meg, de egy csomó mindent meg nem, abszolút semmilyen módon nem közöl a film, és végül is szerintem ez is fogható, hogy azért a Nishi tudja, hogyha börtönbe kerül, akkor neki vége. Valószínűleg pont amiatt, hogy Yakuzával hozott újat, neki teljesen mindegy, hogy a börtönben, tehát neki nincs kiút a börtönből. Igen, meg abban is igazad van, hogy mire, amikor már elindulnak erre a road tripre a feleségével, az már azzal a céllal indul, hogy itt, hogy ez így a semmiből vezet ez az út, tehát hogy legyen még egy utolsó jó útjuk, és aztán ennyi. Még egy érdekes, vagy még egy-két érdekes dolog így a japánnal kapcsolatban, mert a japán kulturális és művészeti kontextussal kapcsolatban, hogy ebben a filmben azért elég vaskosan megjelennek olyan tök egyértelműen japánhoz köthető dolgok, amik még nekünk még a Lost in Translation-ben is benne voltak. Mm. Tehát, hogy annyira egyértelmű, például ez a cseresznyevirág festményeken is, igen, a képekben is csomószor felhozza a film, és ennek van szimbolikus jelentősége is, meg Tokió környéken játszódik a történet valószínűleg, mert nagyon sokszor látjuk a Fuji hegyet is, aminek szintén van egy csomó kulturális szimbolikus jelentősége. Igen, buddhista kolostorban is járnak, legalábbis azt hiszem, hogy buddhista kolostor, ahol azt a gongot biztos megszólaltatják, de biztos, hogy a valláshoz köthető. És rákerestem, hogy mit szimbolizál a japán kultúrában ez a cseresznyevirág, vagy cseresznyerügy, vagy akármi, és ez a törékenység és az élet szépsége. Ja, igen, meg hogy az egy olyan, csak egy nagyon rövid ideig virágzik, viszont akkor ilyen borzasztóan gyönyörű és látványos és életteli. A Fuji hegy pedig arra szintén rákerestem, hogy mi a szimbolikus jelentősége a kultúrában, és csomó mindent jelent, úgyhogy most egyet kiragadtam ebből, ami ide szerintem vonatkoztatható, és ez pedig az, hogy azt is állítják, hogy a szónak eleve több gyökere van, vagy nem tudják pontosan melyik az etimológiája, de az egyik feltételezés az, hogy azt jelenti, hogy haláltalan, vagy halál nélküli, deathless az angol cikkben, ahol ezt olvastam, így volt fordítva. És ez azt a taoista felfogást fogalmazza meg, hogy ez a vulkán, az örök életnek a titkát rejti, és a Kaguya hercegnő mitológiához is kapcsolódik egyébként a Fuji hely, abban is megjelenik, mint helyszín, és ott a Kaguya hercegnő hagyja ott az örök életnek az elixírjét az emberi apja, vagy a földi apja nevelője számára, mikor eltávozik a Holdra. És itt is ez az örök élethez ugye megvan a kapcsolata a Fuji-nak. És azt hiszem, hogy a filmben is, még a film végén is, mintha megjelenne a Fuji hegy, már nem emlékszem erre biztosan, de hogy így ez az örök élet, ez is köthető végül is szerintem a filmnek a halállal való szembenézésének a filozófiájához, hogy
Ezt biztosan nem tudom most pontosan értelmezni, hogy szándékozom, de direkt eszébe lesz szimbólumként, talán egy ellenpárként a halandó főhőssel szemben a Fujit, viszont örökké ott magaslik a szereplők felett. De elég az, hogy ez is csak azt szolgálja szerintem, hogy ez a halál, meg az élet, ez egy állandó motivum a filmnek. Igen, és biztos, hogy ezt ezt a fajta harmóniát, meg az élet és a halálnak ezt a yin-yang együttesét, ezt lehet, hogy mondjuk a természetben is felfedezi ez a film, mert hogy... Az érdekes, mert erről beszéltünk a Kuroszabánál is. Igen, és hogy ahogy halad előre a film, úgy egyre inkább kivonul az ilyen épített környezetből, meg a nagyvárosból, meg az emberi civilizációval a természetbe. Tehát, hogy míg a film első fele azért még többnyire Tokióban vagy városon belül játszódik, és így az emberi társadalmon belül, aztán, de már akkor is egyre többet járunk mondjuk a tengerparton. A tengerpart az általában egy visszatérő motívum, a kitanulnak szereti ezt a helyszínt. Hát ez már ebben az egy filmben is egy eléggé érződik, és akkor ott is van egy olyan jelenet, ahol azt hihetjük, hogy a kerekesszékes nyomozó ő a halált választja a tengerben, mert van egy olyan kép, ahol így a tenger kezdi a lábát így elmosni, meg így a kerekesszék is így bele süpped már az iszabba, ahogy jön a dagály. Igen. És többször visszatér így a tengerhez, mint egy ilyen határvonal így az élet meg a halál között, vagy nem tudom. És aztán igen, egyre inkább a nisiek is kivonulnak így ebből az emberi társadalomból, szerintem azért is a sevetlen, hogy ugye a hómezőn találják magukat, amikor leesik a hó, azért a hó az mindig azt szokta jelképezni, mindig egy ilyen békés ürességet, nem? Vagy nagyon sokszor azt a konnotációt hordoz a számomra legalábbis, amikor a hó így beteríti a tájat, hogy akkor az egy ilyen csend és kontempláció, és az emberektől valami távol lévő dolog, és aztán a befejezésen megint csak a tengerparton ér véget. És ugye a buddhista jelentősége is a tengernek, az biztos, hogy talán a Good Place-ben volt erről szó egyébként, de ez biztos, hogy így van. Ja, igen. Hogy a tenger visszaveszi az élete az olyan, mint egy hullám a tengeren, amely így kitör, és a partig sodor, és aztán ott meg vissza egyé válik is, mint a tengerrel, és mintha sose lett volna, de megnyugszik ebben az állapotában a tenger. És az ugye ott megint összeköthető az élet meg a halál szimbólumával. Igen, és hogy ide bebe tolakodik még így az erőszak, így mondjuk a jakuzán keresztül, vagy akár a rendőrön keresztül, aki ugye követi, aki ha nem is erőszakos, de egy ilyen visszahúzó erő, aki visszahúzná a társadalomban, ahol következményei vannak az ő tetteinek, és ebből végleg kiszakad. Tehát minden ilyen utána nyúlást, amikor valaki utána nyúl, akkor annak így levágja a kezét gyakorlatilag. és aztán tovább halad, és tényleg a film utolsó felében rengeteg ilyen jelenet van, hogy így ülnek a vízparton, és ott horgásznak, meg a tűz, ami ugye a címben is benne van. Igen. Igen. Az is egy visszatérő motívum, amikor mondjuk egyszer a pisztoly lövedéket beledobja a tűzbe, az egy ilyen rögtönzött tűzi játékot eredményez, legalábbis a felesége azt hiszi, hogy ez egy tűzi játék. Uh-huh. És akkor szerintem itt is az, hogy most a címben benne van ez a tűzvirág, ami így külön is választható a két dologra, és akkor a tűz az, ami így egy ilyen elemésztő erő, ami így felperzsel, meg semmisít, és akkor a virág, ami meg így a hambakból így kisarjadhat, vagy ami az életet jelképezi, és akkor van egy tök hosszú montázs a film közepén, amiben gyakorlatilag a nyomozótárs egy virágüzlet előtt megáll, és akkor különböző virágokat lát, és aztán azokat megfesti, és akkor ezeket összemontázsolja a film a valódi virágot, meg olyan festményeket, ahol virág jelenik meg emberek, meg állatok arca helyett, és akkor ez is az, hogy az élet az hogyan jelenik meg, vagy hogyan tud tovább működni. Uh-huh. És ehhez képest érdekes, hogy a film befejezése pedig nem azzal ér véget, hogy az élet az újra kisarjad, hanem hogy ez egy lezáró pont, tehát hogy ez egy ilyen fatalista befejezés. Igen, de pont amiatt, hogy a buddhizmusban ez így annyira nem egy... Nem egy végleges pont, hanem egy... Igen.
meg ez a tengerre való egyéválás, ez egy megnyugtató állapot. Igen. Nem a fatalizmus az a mi felfogásunkban, a nyugati felfogásunkban egy nagyon véges dolog, viszont itt lehet, hogy nem annyira kell így gondolni erre. Igen, igen, meg nem is egy tragédiának érződik így a film vége. Igen. A fejezése. De aztán biztos vagyok benne, hogy nem ez a film a legalkalmasabb arra, hogy a japán gondolatvilágot felismerjük, mert egy olyan rendezőtől származik, aki direkt szembe ment ezekkel az alapelvekkel. Van is egy videója, amiben kiparodizálja az Ozu filmjeit, úgyhogy ő tényleg nagyon ellene ment ennek a hagyományos filmkészítésnek, meg a hagyományos japán filmezésnek jó sok ideig. Miközben azért elég sokan hasonlítják őt Ozuhoz, legalábbis ezt a filmjét biztosan. Aha. Volt egy olyan mondat, vagy egy olyan, az egyik kritikus azt mondta róla, hogy olyan, mintha az Ozu találkozna Don Siegel-lel, tudod, az a ilyen bérbeli macsó amerikai filmrendező, aki a izéket rendezte, ilyen Charles Bronson filmeket, ja, meg talán a Piszkos Harryt is, de lehet, hogy az nem ő volt. Death Wish. Igen. Tehát, hogy ő az ilyen kemény maszkulin férfi filmek rendezője volt. És hogy mint hogy ezt a kettőt vegyíteni ezzel a, már általunk emlegetett, hogy a brutalitás meg a gyengétség így együtt van, és igazából Ozura gondolunk, mondjuk a tokiói történetre. Aha. Akkor ott is ez a kihagyásosság, ez nagyon megvan, hogy így, ja, tényleg, hogy így átugrik. Igen, ahelyett, hogy megmutatná, ahelyett utólag elmesélik a szereplők, hogy mi történik. Igen. És szerintem az, hogy ahogy mondjuk felsnittel egy ilyen jelenetet, a kitanó, egy ilyen akár erőszak jelenetet is, ahol nem klasszikus értelemben megmutatja egy totában, vagy egy ilyen közepes képkivágatban, hogy mi történik, hanem így belenéz a kamerába az egyik arc, belenéz a másik, utána az egyik tesz valami kis mozdulatot, utána valami csattan, és aztán majd egy ceruza van a szemében, vagy valami. Tehát, hogy így ebben is, mintha lennének ilyen hasonlóságok. Aztán lehet, hogy ez nála egy paródia, vagy így. Nem tudom, hogy én ebben nem látom az Ozuban való párhuzamot ebben a vágás technikában. Aha. Nem tudom. Nem láttam Ozut akciót rendezni. Igen, ez a gondolat kísérlet, hogy mi lenne, hogy mi lett volna, ha Ozu egy ultra erőszakos rendező lett volna. De szerintem ez az elliptikusság azért megvan legalábbis a kitanóban is. Ebből a paródiából, ahol ténylegesen kiparodizálja az Ozunak a filmét, ebből az érződik, hogy a kitanó nagyon is tisztában van ezzel a hagyománnyal, és aztán másképp is, hogy mennyire tagadja meg, és mennyire használja fel a maga módszereivel. Lehet, hogy tényleg igen, ezt a azoféle kihagyásos vágást technikát vitte az extrémig ezekkel a akciójátokkal, nem tudom. Tudom, mi ugrott még benne nekem ezekről az erőszakos kitöréseiről a filmnek? A legutóbb erről a Chinatownban beszéltünk. Aha. Hogy az a film is egy nagyon, nagyon melankolikus hangot tud meg sokszor, meg nagyon alacsony energián pöfök sokáig, és akkor vannak benne tényleg 3 vagy 4 alkalommal olyan erőszakos epizódok, amikor így hirtelen a semmiből kitör az erőszak, és akkor valakit úgy ütnek torkon vagy orron, hogy így nem látod jönni. Igaz, igen. És ott is így 2 vágás, és már ömlik a Jack Nicholson orrából a vér. Ja. És itt is ugyanezt történik, csak ez sokszorosan, meg sokkal többször, de nagyon hasonló nekem a kettő filmben, Polanskinek a megközelítése, meg a kitanói, és szerintem a szándék is azonos. Mind a kettő esetben, hogy ezen el lehetne gondolkodni, hogy pontosan mi is, hogy mi a két film között a hasonlóság, de szerintem létezik párhuzam. Valami ilyesmire gondolok, hogy itt annyira abnormális az erőszak alapvetően az emberi életben, hogy ezt akarja felnagyítani, felsokszorozni a kitanú, hogy ő direkt nem egy Charles Bronson filmet rendez meg, amiben ez egy hétköznapi dolog, meg nem egy Punisher, ahol halomra vernek mindenkit. És az a normális tónusa a filmnek, meg ez a normális elvárható epizódja a cselekménynek, hanem ez egy nagyon váratlan és nagyon életellenes cselekmény minden esetben. Igen, meg nagyon kiszámíthatatlan, annak ellenére, hogy igazából pontosan tudod minden jelenetben, hogy itt most lesz majd erőszak egy idő után, mert már ki ismered a kitanónak a gondolkodásmódját, hogy tudod, hogyha valaki beszól a jakuza főnöknek, akkor és utána fölmegy a lépcsőn, akkor neki annyi lesz, tehát hogy ezek így nagyon pontosan ki vannak már sakkozva, de ugyanakkor maga a megvalósítás az mindig ezzel a vágás technikával, meg ezekkel a
ezekkel a kihagyásokkal abszolút arra játszik rá, hogy így, még hogyha tudod is, hogy jön a golyó, de nem tudod, hogy pontosan mikor jön a golyó, meg hogyan. Igen. Tehát, hogy mindig van egy ilyen, mindig ilyen apró sok hatásokkal játszik azért folyamatosan. Uh-huh. Igen, és ugye azt is eléri ezzel, hogy sokszor pont, hogy utólag tudod meg, hogy volt egy brutális erőszakos cselekedet, amiatt, hogy már csak azt látod, hogy valakinek ömlik az orrából a vér, vagy a fejéből, a szeméből. Hogy így téged is lesokkol az, hogy ez mennyire gyorsan történik meg, és hogy neki terakod össze, hogy leütöttek valakit. Hogy így legalább olyan váratlanul érje a nézőt is, mint a szereplőt, akivel ez megtörténik. Igen, és akkor közben ott van az a központi, az egész filmen gyakorlatilag elindító erőszakos cselekedet, ami meg egy ilyen operai lassított felvételsorban mutatkozik meg, úgyhogy már addig a részleteit így ötször láttuk. Tehát, hogy így mozaikokból összeraktuk, hogy körülbelül mi történik, és aztán, amikor teljes egészében látjuk, így visszaemlékezésként, az meg egy ilyen abszolút, tényleg ilyen operai jelenetsor, így egy ilyen grandiózus, mint egy ária. És más ilyen jelenet nincs a filmben, mert az összes többi az tényleg mindig ilyen borzasztóan gyors és borzasztóan villámgyorsan lezajló dolog, tehát szerintem ez is azt jelzi, hogy ez a ez az eset, amikor meghalt a társa és megnyomorodott a legjobb barátja, ez így mindent kisiklatott végérvényesen mindenkinek tényleg. Az életében. Tényleg. És hogy ennek akkor legyen egy ilyen súlya a filmen belül is, hogy ne az elején mutassuk meg ne csak egy ilyen villámgyors módon, hanem akkor ez legyen egy ilyen nagyon végzetes és pátoszos jelenet. Igen. Egyébként mit gondolsz a filmnek a zenéjéről? Mit gondolsz arról, hogy Hisaishi Joe? Hisaishi Joe ugye mi az, akinek is az állandó zeneszerzője? Így elgondolkoztam, hogy igazából akkor vagy így mi az, aki hatásnak is így hány százalékát alkotják a Hisaishi zenék? Mert hát hogy igen. Így... Ennek a filmnek a... John Williams, aki a John Williams, a Spielberg filmek meg a Star Wars filmnek a ikonikussá válásának legalább a 30%-áról tehető magában. Mert ugye ebben a filmben, amit mondtunk, hogy így a brutalitás meg a gyengétség az egy párhuzamosan így kéz a kézben van jelen. Ebből a gyengétségnek így nem tudom, aztán 90%-a az legalább a Hisaishinak a zenéje, nem? Ez az ilyen de. Abszolút szentimentális és érzelemgazdag zene, ami szól végig a igen. közös jelenetek alatt. Tehát ha az nincs, akkor sokkal szikárabb, meg keményebb film lenne a Hanabi. Igen. És belenéztem YouTube-on korábbi Takeshi filmeknek, vagy Kitano filmeknek a jeleneteiben, amiben azt hiszem szintén Hisaishi Joe volt a zeneszerző, mert hogy ők is régóta együtt dolgoznak. És teljesen más volt a zene. Pont amit mondasz, hogy nekem az szikárabbnak tűnt, mint ilyen perkusszív, meg kevésbé gazdagon hangszerelt. Úgyhogy ehhez a filmhez vett elő, ami az a kis hangvételét szerintem, csak a Hisaishi Joe, vagy hát én most abból a kevés YouTube jelenetben, amit megnéztem, ezt a következtetést mondtam, lehet, hogy totál mellé lövök. De nagyon-nagyon új réteget költ a filmhez ezzel a Hisaishi Joe szerintem. Nagyon más lenne nélküle. Nagyon más lenne, igen. És még a Kitanónak az arcához is mennyit hozzáad. Tehát, hogy így, mint hogyha amiről beszéltünk korábban, hogy így nehéz bármit is leolvasni róla, és bármilyen érzelmet vagy moralitást így nézőként rávetíteni, de hogy amikor szólalta ez a zene, akkor ez egy ilyen romantikus, melankolikus hős alsé avanzsál, miközben tényleg semmit nem mutat, csak az a néhány ilyen tikje, meg orvakarása, meg a szája, meg megrezdülései, meg egyáltalán tényleg nagyon coolan néz ki, azért ezt is mondjuk ki a napszemüveggel, meg az öltönye, tehát hogy a Kitano ez egy baromi cool figura. Igen. És mondjuk a Ghost in the Shell-be is ezt használta, hogy így megjelenik, és akkor igen, ez egy cool csávó, aki bármit megtehet, és de hogy az, hogy ő egy ilyen érzelmes hős legyen, azt megint csak szerintem a zenébe baromi sokat hozzáad. Az biztos, hogy így van, és én nagyon sok múlik tényleg a zenén, hogy ez ne éreződjön egy ilyen japán panisernek, vagy nem tudom minek, vagy abszolút nem azt érzed, hogy ez egy 80-as évekbeli bosszú filmnek a utóérzete. Igen. Igen, igen. Egy nagyon komplex darab, minden szempontból, tehát vizuálisan is a képi megoldásaival, a vágás technikájával, ezekkel a film közben elhelyezett montázsokkal, eleve hogyan a történetét vezeti a Kitano, egy nagyon egyedi film, amelyet valószínűleg a Kitano filmográfia ismeretében sokkal egyszerűbb befogadni, de
De érdemes neki veselkedni, mert egy baromi egyedi figurát lehet megismerni általa. Igen, és persze van egy csomó olyan rendező, aki ultra erőszakos, és közben mégis valamiféleképpen érzelmes, de egyszerűen a Kitanónál érdekes, hogy azt érzem, hogy van egy ilyen nagyon naív világlátása, vagy egy ilyen naivitás a filmjében, amiről szerintem beszéltünk itt. Na. Akár a feleségével való viszony, akár a tényleg a halálhoz, vagy az élethez való hozzáállása, a naivitás nem abban az értelemben, hogy leegyszerűsített, hanem hogy egy ilyen, mint a naiv festészet, tehát hogy amikor olyan ábrákkal, meg szimbólumokkal, meg izékkel dolgozol, meg alakokkal, meg formákkal, mint hogyha egy gyerek festené meg, de közben mégis van egy plusz töltete, ezt nem vagyok művészettörténész, hogy ezt pontosan nem tudom megfogalmazni, de hogy érzek az ő ilyen ultra brutális, meg erőszakos világképében egy ilyen furcsa naivitást. Ez olyan nehéz. Nagyon nehéz összeegyeztetni, de szerintem pont ez benne az érdekes, és ez az, amiben nem vagyok biztos, hogy mennyire jól működik együtt, meg hogy mennyire valóban mély, és mennyire inkább csak érdekes vagy furcsa. Tehát ehhez biztos, hogy több filmjét kéne megnézni. Igen. Hogy ezt úgy jobban át tudjam látni. Igen. Ja, ezt most nem is tudok reagálni, vagy nem tudom kommentálni szerintem, mert biztos, hogy tényleg hiányzik hozzá több kontextus. Nem tudom, naivság nekem bennem nem fogalmazódott meg, de... Szóval az emberi természetről, hogy pontosan miket állít és hogyan állítja, ebben vagyok most még bizonytalan, hogy ez mennyire valóban mélységi felismerés. Csak azért az mondhatja veled, hogy a legutóbb Kuroszavától lettünk egy akkora magnó, amiben így pont az emberi természetnek ezt az erőszakhoz fűződő viszonyát elemzi ki hosszasan, hogy ahhoz képest ez tényleg egy leegyszerűsítő, már naív felfogás. Ja, igen, meg hogy az Ozunak a filmjében meg ugye ez az erőszakos vonulat hiányzik, viszont jobban rámegy az emberi érzelmekre, meg interpersonális kapcsolatokra, és akkor az azért tűnik mélynek, és akkor lehet, hogy ez a keverés ez így valahogy mégiscsak kioltja egymást. A franc tudja. Lehet. Érdekes. Van egy utolsó teendőnk. Igen. Készültél el? Na ne. Jó, van, akkor te kezded. Elmondom azért a hallgatónak, miről van szó. Ebben az évben ismét elővettük azt a rossz szokásunkat, hogy megkíséreljük remake-elni ezt a filmet, legalábbis fejben. Elhagyjuk most a szerencsékereket, nem pörgetünk hozzá új műfajt, meg nem pörgetünk hozzá évtizedet, mint az európai évadban, de elképzeljük, milyen lenne modernizálva, mondjuk nyugatosítva, vagy nem tudom, hogy fogalmazzam meg, új felfogásban kortárs rendezőkkel egy új verziója a Tűzvirágoknak. Na, hallgatlak. Szerintem majd, hogy nem van egy, hát nem is remake-je, de egy olyan filmje, amit így nagyon keveset kéne át mozgatni ahhoz, hogy működjön. Nekem ez a Drive. Nicholas Winding Refn, Ryan Gosling és Carey Mulligan hármasa. Aha. Főleg, hogyha mondjuk ezt a plusz 10 évet hozzávesszük, ami már eltelt azóta, akkor ezzel a gárdával megcsinálni a Hanabinek a remake-jét abban a stílusban, meg abban a hangvételben, meg azzal az atmoszférával, ami a Drive-ra jellemző volt. Szerintem tényleg egy ilyen, ha nem is ugyanazok a karakterek lennének, de hogy egy ilyen szellemi folytatása mondjuk a Drive-nak, egy ilyen a Hanabinek a cselekményével, vagy a kiinduló premisszájával, azt én így nagyon látom magam előtt. Hát ez tök jó. Ez egy abszolút olyan verzió, ami fel sem merült bennem. És hát a Ryan Gosling is azért tud nagyon sűrűn hallgatni, és némán nézni a filmjeibe. Úgyhogy a felesége meg van, miért tényleg többször emlékeztetett a Carey Mulliganre, a mimikája, vagy nem tudom, úgyhogy ez így. Ez így belőtt, és hát a Refn meg azért hajlamos ő is másfajta, őre nem jellemző ez a nagyon feszes, pörgő, mecskatos vágás, meg ilyen éles vágás, ő inkább a nagyon lassú, nagyon komótos, nagyon gördülékenyen folyamatában bemutatott ilyen lassú belső folyamatok, de érdekes az adatása. Én látom magam a verziója. Na, te? Én úgy futottam neki, hogy ki az a modern, lehetőleg független filmes alkotó, aki foglalkozik halál kérdésével.
esetleg az erőszak is megjelenik a filmográfiájában, és nehéz volt találnom olyas valakit, akire minden jellemző ennek rájlik, de mindenképpen igyekeztem olyas valakit találni, aki hasonlóan filozofikus, vagy ilyen elmélázós figura, és volt pár név, aki felmerült. De végül elszpoilereztük az adás elején, hogy David Lowery-t szerintem igazán be lehetne húzni egy remake-re, mert nála volt a Ghost Story, aha, ami ténylegesen a halállal foglalkozik két órán keresztül, és az általában emlegetett The Old Man and the Gun, az meg pont egy ilyen hatóságok előtt menekülős sztori. Az viszont tényleg naív. Tehát nála az erőszakot még nem láttam a filmográfiában megjelenni, de az a része, hogy hogy a halálom mélázzon, uh-huh, és egy bűnöző, vagy egy hatóságok ellen menekülő fegyveres figura legyen a főszereplője. Ez a kettő elem már megvan, hogy már nem csak hiányzik. Nem kell olyan távolra. Már csak egy lépés, igen. Igen. Gondolkodtam egy olyan verzión is, hogy a Safdi testvérek mit csinálnának ezzel, de az nagyon más hangulat, ugye? Igen. Ezen kívül szerintem ennek egy modern változata az Irishman. Uh-huh. Nekem most, ahogy mondtad ezt, hogy kifoglalkozik így a halál erőszak, gondoltam, rögtön beugrott a Scorsese. Igen. Ez egy Safdi testvérek forgatókönyvből írt, és az öreg Scorsese által megrendezett film. Igen, Scorsese a némaság módban, némaság üzemmódban. Igen. És színészeken gondolkoztál, hogy ki lehetne? Basszus, abszolút nem gondolkodtam rajta, teljesen. De így megtartanád ezt a fajta ilyen inkább jelenlét, mint alakítás dolgot? Amúgy az lehet, hogy igen, az jó ötlet lenne. Mondjuk tudod, ki lenne rohadt izgalmas? Szerintem a Daniel Kaluuya. Ja, igen, és hát neki volt is idén ez a Lovers on the Lamb filmje, a Queen and the Slim, vagy Queen and Slim. Oh, az a wow. Egyébként azért az időben Daniel Kaluuya, mert kicsit elgondolkodtam, hogy milyen lenne a Steve McQueen, aki a videóban rendezte már őt, de láttam, hogy a Steve McQueennek ez nem állna jól, ahhoz szerintem túlságosan is pretentious. Igen. Végülra, de csak így beugrott en miatt a Kaluuya, akit végül is nagyon jó főszereplő lenne valószínűleg ehhez. Női főszereplőnek nem tudom kitenni, de nem tudom kitenni már rendőrnek, mondjuk, tehát a lesérült kollégának. Igen. Ez még egy fontos casting lenne viszont. Na se baj. Szóval sok ilyen rendező merült föl bennem, úgyhogy nehéz volt, meg sokat vérskodtam, viszont az Irishmanről azt akartam mondani, sok a párhuzam, mert itt is van egy karakter, aki az élete végére kerekesszékbe kényszerül, és sokat mélázik az életének az értelmén, meg a kilátáson. Aha. És hogy tényleg sok szerintem abban is a hasonlóság, hogy az Irishman főszereplője a múltban elkövetett bűneivel nem képes szembenézni, és itt meg a főszereplő folyton azon vihaskodik, hogy ha nem is jóvá tegye azt, hogy nem tudta elmenteni a társát, de hát végül is ez befolyásolja az élet átra levő részét. És utolsó dolog az Irishman-nel kapcsolatban, szerintem szintén párhuzamban vonható, ez az erőszakos kitörésének a hasonló ábrázolása, hogy abban a filmben sincsen glorifikálva semmilyen bűncselekmény. Viszont ahogyan a Frank Sheeran időnként lelő embereket az utcán egy pusztai előrántásával, az tök hasonló ahhoz, ahogyan ebben a filmben váratlanul tör ki az erőszak. Uh-huh. Ennyi a Irishman erőltetett párhuzamok szegmensünk. És akkor jövő hétre már bejelentettük, hogy az Audition, vagyis hát a Meghallgatás című film jön Miike Takasitől. Köszönöm. Igen, talán még extrémebb módon különböző hangnemeket keverő filmről lesz szó. Aha. És vendéget is hívtunk az adásunkhoz, ő pedig nem más, mint Vosztri Ferenc. Uh-huh. Nagy Miike rajongó, azt hiszem. Úgyhogy kíváncsi leszek, mit fog mondani arról a filmről. Addig megtaláltok minket, ahol szoktatok, vakfoltpodcast.hu, Facebookon, iTuneson, Spotifyon, mindenhol tudtok bennünket hallgatni gyakorlatilag. Twitteren a Vakfolt Podcast alatt szoktuk bejelenteni a legújabb adásainkat, meg egyébként is egyre több hírrel, meg érdekességgel próbálunk ott még jelentkezni, amelyek így kapcsolódnak legalább valamennyire a Vakfolt eddigi témáimhoz. Valamint mi ketten is fel vagyunk a Twitteren. Igen, Génz Alsóvonás, Péter. Én Freevo, 2 L-vel. És hát természetesen van Patreonunk, ugye január eleje óta. Így igaz. Ahol különböző hírekkel, oszkáros témákkal foglalkoztunk eddig, meg visszatekintéssel az előző évtizedre, ez utóbbival még továbbra is fogunk foglalkozni, de előre is tekintünk a 2020-as évek
Hát egyelőre csak 2020-ra, hogy milyen filmek jönnek majd ebben az évben, illetve lesznek most már vészrészeink is, vagyis hát a vészrész örökösei, igen, vagy leszármazottai ilyen kibeszélő egy-egy filmmel kapcsolatban, lehet, hogy lesz vendégünk is, úgyhogy érdemes támogatni minket, ha eddig még nem tettétek meg. Figyeljétek a Twitterünket, meg a Facebookunkat, és patreon.com/vakfoltpodcast maga támogatói oldalunk, hogyha követni akartok ott bennünket. Igen, mi pedig az ázsiai évadban még egyelőre maradunk Japánban. Addig egy epizódaig. Kettő. Még kettő, aha. Oké, tényleg. Addig is sziasztok. Sziasztok.